Üdvözlöm kedves nézőinket, ez itt a Magyar Titok, a Csillagászat és Földtudományi Kutató Központ két hetente jelentkező csillagászati ismeretterjesztő magazin műsora. Miként azt már megszokhattuk, ennek a műsornak az alapját olyan szakcikkek képviselik, amelyeket magyar csillagászok vezetésével vagy társszerzésével írtak különböző csapatok, és nem született belőlük sajtóközlemény, tehát úgymond titokban tartott magyar csillagászati eredményeket fogok a következő, szerintem olyan 45-50 percben bemutatni. Ez a műsor a szokásoknak megfelelően az Egy hét a csillagok alatt 2022 programjának az országos sajtó kampányához tartozik, és hát bizony, amikor ez a videó megjelenik, akkor már csak szűk 4 hét a kezdésig. A helyzet az, hogy jelenleg, amikor ez a fölvétel készül július első napjaiban, akkor már 29 hely regisztrált arra, hogy távcsővel bemutatásokat vállaljon bárkinek a saját hatókörén belül. Ennek a fő kommunikációs oldala a Magyar Csillagászat Egyesület honlapján a www.mcl.hu-n az Egy hét a csillagok alatt menüpont, illetve a Facebookon az Egy hét a csillagok alatt Facebook oldal itt jelennek meg az addig is megszervezett eseményeknek a beszámolói, videói, stb. Ugye július 2-án például a Szegedi Tudományegyetemen 30 éves a Szegedi Csillagvizsgáló címmel tartottunk egy egész napos vagy egész félnapos eseményt szombat délutáni órákban, ahol videók is készültek, ezek is föl fognak kerülni az Egy hét a csillagok alatt média felületeire. Akit érdekel a csillagászat, szeretne távcsővel megnézni dolgokat, készüljön, idén is lesz egy hét a csillagok alatt, csak az idei egy hét ez 9 napig tart, augusztus 5-től 14-ig, és érdemes figyelni azt, hogy a lakóhelyünkhöz hol lesz legközelebb távcsöves bemutatás. Mai napra sok érdekességgel készültem, és ezeket igyekeztem valamilyen szinten, hát témákba, altémákba csoportosítani. Elsőként a csillagkeletkezést nézzük meg fiatal csillagok friss kutatási eredményein keresztül. Ugye az a lényeg, hogy a csillagkeletkezés, amin ugye a mi naprendszerünk 4,5 milliárd évvel ezelőtt esett keresztül, az egy hosszú ideig eltartó folyamat, maguk a bolygók kialakulása, egy ilyen mellettem látható akréciós tömegbefogási korongon keresztül akár évmilliókig eltarthat. De vannak különböző olyan stációi a csillagkeletkezésnek és bolygókeletkezésnek, amelyek emberi léptéken, emberi időskálákon történnek, akár perces, napos, hetes, hónapos, éves időskálákon. Ha ilyeneket megfigyelünk, és ezeket detektáljuk különböző hullámhosszakon, különböző megfigyelési módszerekkel, akkor kikövetkeztethetjük azt, hogy milyen fizika az, ami okozza ezt a fluktuációkat, azaz milyen fizika befolyásolja a csillagok keletkezését és bolygók keletkezését. Ha megnézzük például azt, hogy hogyan képzeljük el kanonikusan a csillagoknak a kialakulását, akkor a YouTube-ról Francis Villatorre-nak a csatornájáról szedtem ezt a videót, egy 50 nap tömegű molekula felhőnek a kialakulását, összezuhanását mutatja, hogyan esik össze, hogyan keletkeznek belőle csillagok, egy nagyjából egyszer-egyszer egy fényéves kockán belül. Ugye itt lehet látni, hogy a színezés az azt mutatja, hogy mennyi az anyagsűrűség ott adott, az adott helyen, és a jobb felső sarokban lehet látni, hogy már 200 ezer év majdnem eltelt, és akkor ránagyítunk különböző csillagmagokra, csillagcsomókra, akkor lehet látni, hogy nyelik be ezek a magok a gázanyagot, és azt is lehet látni, időnként kész csillagok kirepülnek. Ugye itt egy csillagkeletkezési régió belsejében, egy nagyobb molekula felhőben több csillag keletkezik, és ezek egymással, ha gravitációsan kölcsönadnak, akkor szépen ki is repülhetnek. Érzi az ember azt, hogy egy ilyen folyamatot már csak kiszámolni, lemodellezni akár ilyen több százezer éves időskálán nem egyszerű feladat, és aztán a megfigyelésekkel összekötni. Az, hogy mi néhány év, néhány hónap, néhány hét alatt mit látunk akármilyen érzékeny távcsővel, hát ez egy nagyon érdekes szellemi kihívás. Az elsőként bemutatandó szakcikk eredmény, az egy hosszú-hosszú névsor tartalmaz. Ha jól számoltam, 23
intézeti, csillagászati intézeti munkatárs található itt a szerző listán. Ugye Szabó Zsófia a legelső, és ott mögötte később, ugye be rózsaszínezve látható még Kóspál Ágnes, Ábrán Péter, Szunkjunk Park, Mihály Szivák, Pál András, Kovács Benedek, Bora Zsófia, Bódi Attila, Cseh Borbála, Csernyei Géza, Hanyec Otto, Ignác Bernadett, Galup Csilla, Könyves Tóth Réka, Krezinger Máté, Kriskovics Levente, Arlasi András, Sárnes Krisztián, Seli Bálint, Szakács Róbert, Sódor Ádám, Szing Attila, Vida Krisztián és Vinkó József, akik egy F.U. Orionis típusú fiatal változó csillagot, a V1515 cignit tanulmányozták. Mi ez a sok szerző? 2006 óta, tehát 16 éve zajlik ennek a csillagnak a nyomon követése a Piszkés Tetői Obszervatórium műszereivel, és ez a sok társszerző magyar csillagász, ezek különböző karrier stációikban részt vettek ezekben a Piszkés Tetői adatgyűjtésekben. Az F.U. Orionis típusú változó csillagok, azok nagyon különleges jószágok, fiatalok, még kialakulásuk folytán ott van körülöttük, itt mellettem lehet látni magát a modellt. A csillag körülött egy ilyen gáz és porkorong, amelyből az F.U. Orionis típusú csillagnál egyszer csak elindul bezúdulni a gázanyag. És ez a bezúdulás során az akréciós korong rázuhan a csillagra, és ez így marad, ez a bezuhanó, beáramló gázanyag akár évtizedekig fölfényesíti az egész rendszert. Ugye ezt lehet látni föntről lefelé, ha megnézzük, először csak elindulnak kisebb gázsugarak, aztán egy ilyen nagyobb rohammal, és a végén megindítja a gázcsapot, és akkor ömlik be az anyag, és akár még egy része ki is lövelhet. Egy tipikus F.U. Orionisnál azt látjuk, hogy a fiatal csillag halvány hirtelen fölfényesedik, akár egy év alatt, és aztán 50 évig úgy marad. Tehát ténylegesen ezek az időskálák évtizedekig fényesek maradhatnak, és utána egy lassú halványodás következik. Ugye a V1515 cigni az a harmadikként felfedezett F.U. Orionis típusú csillag, és itt most, amikor eltűntem, egy ilyen görbe sereget látunk, ez 80 évet mutat az F.U. Orionis életéből. Különböző színű pontok a különböző szűrőkkel fölvett adatokat mutatják, és a narancs-sárga pontsorozat az a leghosszabb, ami 1942-ben indult, 18 a magyarul a bal szélen, és gyakorlatilag 2022-ben végződik, megint csak egy olyan 16 magnitudós fényességnél. A dolognak külön érdekességet adott az, hogy 2021-ben volt egy nagy elhalványodása a rendszernek, és akkor föl lehetett tenni a kérdést, hogy 80 évvel a kitörés után most leállt az akréció, leállt az anyagbefogás, vagy esetleg porfelhők keletkeztek, amelyek a csillag elé kerülve elhalványították a központi égitestet. Ugye mindkettőre ismerünk példákat a szakirodalomban. A kutatók nagyon részletesen megvizsgálták a színeknek a változásait, és egyértelműnek látszik az, hogy a luminozitás, a behulló gázanyag által keltett fényesség csökkent le, nagyjából 138-szoros nap luminozitásról 45 nap luminozitásra. Tehát szépen halványul el egyre kisebb, hát parázsal ég, ha úgy tetszik, ez a csillag. A TESS exobolygós űrteleszkóp is megmérte ezt a csillagot, két évben is egyébként, és ezt látjuk itt mellettem, egy nagyon rövid 27 napos adatsor, viszont gyakorlatilag perces időfölbontással, és a helyzet az, hogy a fénygörbében lehet látni, van egy ilyen lassú halványodás, vannak ilyen hullámok, minden időskálán változik a csillag, ami azt jelenti, hogy hihetetlenül dinamikus ez a rendszer. Ha valaki komolyan le akarja modellezni azt, hogy mi történik egy ilyen F.U. Orionisnál a maximum után, akkor bizony képesnek kell lenni akár perces időskálájú hullámzásokat is értelmezni, meg akár a 10 év alatti egyenletes halványodás. A nagy kép, amiben ezek a vizsgálatok beletartoznak, az arról szól, hogy pontosan milyen fizikai folyamatok módosítják vagy befolyásolják a csillagok és a bolygóknak a keletkezését. És ez az a terület, ahol annyira egyediek maguk a rendszerek egyikről a másikra nézve, hogy nem lehet még olyan nagyon nagy statisztikák alapján általános következtetéseket levonni, hanem szükséges az egyedi rendszerek részletes vizsgálata.
Maradva tovább a fiatal csillagok esetében a keletkezés nehézségeinél, egy újabb cikket mutatnék be, ami a WWW Chameleontis elnevezésű T-Tauri típusú csillag elemzéséről szól. Ugye mellettem a címlap, megnézzük, sok-sok rózsaszín kihúzott név, az első szerző Zsidi Gabriella, utána a társszerző között látjuk még Eleonora Fiorellinót, Kóspál Ágnest, Ábrahám Péter, Bódi Attillát és Pál Andrást, mindannyian a Csillagászat és Földtani Kutatóközpont Csillagászati Intézetének a munkatársai. Ugye a T-Tauri csillagok azok már kicsit előrébb járnak, vagy hát kicsit máshol járnak, mint az F Orionusok, így a helyesebb megfogalmazni. Ha megnézzük azt, hogy mi történik egy T-Taurinál, akkor ezt a videót nézzük meg gyorsan. Itt az akréciós korongból is behullanak gázcsomók, de nem annyira drámai a dolog, mint egy F Orionus kitörésnél. Elsősorban mágnes és erővonalak mentén zuhannak be a gáznyalábok, és ezek okozzák a rövid időskálájú változásokat. A WWW Chameleontis esetében Zsidi Gabriella és társai a TESS űrteleszkópnak a fénygörbéit elemezgették, földi kiegészítő jellegű mérésekkel, ugye, és a helyzet az, hogy itt is percestől a hetekig tartó időskálákon, minden időskálán fluktuálnak a dolgok, tehát nincs egy egyértelmű domináns periodicitás. Kavarog a trutyba, már bocsánat a szakkifejezésért, ahogy azt csak el lehet képzelni. A spektroszkópiát is elemezgettek, és hát itt is ugye ez a fényesedés és a halványodás az egyértelműen kimutatható volt, ez a hosszabb távú, lassabb időskálájú változásoknak az okaként. Egyértelműen kimutatható volt, hogy a behulló anyagmennyiség növekedése és csökkenése okozta nagy léptékű változásokat. Ugye említettem, hogy spektroszkópiai méréseket is elemeztek, kimutatták azt, vagy hát igazolták azt a korábban gyanított föltevést, hogy magának a WWW Chameleontis központi csillagnak van egy halvány, szoros pályán keringő társa is. Fiatal csillagok után folytassuk az idős spektrum túloldalával, az idős csillagokkal. Ugye mellettem egy nagyon klasszikus fénygörbe látható, vízszintes tengén az idő, függőleges tengén a fényesség, egy nagyon karakterisztikus meredek fölfényesedés után egy enyhébb, lankásabb halványodás, ott egy kis pukli az alján, és aztán ismét kezdődik minden az előről. Egy RR Lyrae típusú változó csillag fénygörbéjét látjuk. Ugye ezeket nagyon könnyű fölismerni, mert hogy félnapos periódussal, tehát 10-12 órás periódusokkal pulzálnak, kitágulnak és összehúzódnak, és ezen folyamat során a látszó fényességük akár 1-1,5 magnitudót is változik. Tehát nagyon gyorsan, nagyon nagy mértékben változtatják a fényességüket. Néhányuknál ki lehetett mutatni már több mint 100 évvel ezelőtt egy ilyen hosszú távú változást a fénygörbe amplitudójában, ugye ezt hívjuk Blaschko-effektusnak, ez egy másik kérdés. Minden esetre nagy számban fordulnak elő gömbhalmazokban, ugye az idős csillagpopulációkban. Ennek köszönhetően nagyon jól használtuk térbeli eloszlás nyomjelzésére. Ezt már múlt alkalommal a Gaia DR3-ról szóló adásban megmutattam. Itt bal oldalon ezek olyan égtérképek, két különböző vetületben az egész eget mutatják, ahol minden egyes zöld pöty egy darab RR Lyrae csillag. És azt látjuk, hogy hogyan osztanak el a tejútrendszerbe, a tejútrendszerünkből éppen kidobódott törpegalaxisokban, illetve a kísérő galaxisainkban, ugye a Magellán felhőkben, ott a felső ábrán, a közepétől jobbra lefelé, ez a két kis elnyúlt folt, az ugye a Magellán felhők. Tehát az RR Lyrae kutatásánál az egyik megközelítés a nagy minták elemzése. A másik megközelítés az RR Lyrae kutatásban áll, az egyedi csillagok nagyon részletes elemzése, elsősorban a fénygörbék frekvencia tartalmának analízisén keresztül. Itt olyan kulcsszavakat lehetne mondani, hogy Fourier transzformáció, frekvenciák, amplitudók, fázisok, periódus arányok, meg még a kiskutya füle is. Balra Mertél olyan szép ábra, mint Szabó Róbert és társai
hát raktak össze jó 10 évvel ezelőtt, amikor a Kepler űrtávcső magát a névadó RR Lyrét megmérte, és akkor össze lehetett hasonlítani, ugye fölül a 2004-ből származó nagy nemzetközi kampány milyen lefedettségét adott idő függvényében látjuk a fényességet. Hát ezek a függőleges zöld vonalak, ezek egy-egy pulzációs ciklusok, nagyjából egy teljes, hát fél évnyi időszakon keresztül, és hát űrök vannak az adatokban. Alul pedig ugye lehet látni azt, hogy a Kepler, hát nem fél év, kicsit több, mint egy negyed év, tehát 4 hónapnyi adatsort látunk. A Kepler űrtávcső pedig a folyamatos adatgyűjtésén nagyon szépen lemért az egyedi ciklusokat, meg az egyedi ciklusoknak a felső burkolóját, meg az alsó burkolóját, amit a Blaskó effektus, az amplitudó moduláció okoz. És akkor egyértelművé vált az, hogy a egyedi csillagnál egy űrbéli folyamatos adatsor és annak a Fourier transformáció, tehát milyen frekvenciájú színuszjel, milyen súlyjal vesz részt a végső görbe kialakításában, nagyon finom elemzéseket tesz lehetővé. Elsőként egy olyan RR Lyré vizsgálatot mutatok, amit két szerző, mind a ketten lengyel nevűek, Henrika Netzel és Radoslav Smolec jelez, viszont Henrika a Csillagászati Intézet posztdoktori ösztöndíjas, ugye ő Szabó Róbert, az Csillagászati Intézet igazgatójának a Lendőr csoportjában dolgozik posztdoktori ösztöndíjasként. Friss cikkükben, amit a Molecular Notices of the Royal Astronomical Society fogadott el, legalább 3 pulzációs módussal rezgő RR Lyrék asztroszeizmológiával foglalkoznak. Na itt nem most káromkodtam egy nagyot. Először is, mi is a szeizmológia? A szeizmológia az egy olyan módszer, amit geofizikusok dolgoztak ki a Föld belső szerkezetének vizsgálatára. Lehet látni egy ábrát, földrengés történik, kipattan valahol a földkéregben, hullámok keletkeznek, amelyek áthaladnak a Föld belsején. És a Föld különböző pontjain, ha vannak szeizmográfok, akkor különböző periódusú jeleket, különböző földrengés hullámokat különböző időkben érzékelik beérkezni a földrengés elindulási helyszínétől. Ezek a földrengések effektíve átvilágítják a Föld belsejét. A szeizmológusok a földrengések vizsgálatával egészen a Föld magjáig be tudnak tekinteni a szeizmikus módszerekkel bolygónk belső szerkezetét föltárva. És ugye a NASA-nak az InSight szondája ugyanezt meg képes volt a Marsra is elvégezni, ez ugye 2021 nyarán volt egy nagyon fontos eredmény, ami a Science magazinban jelent meg. Ez a szeizmológia. Az asztroszeizmológiánál pedig az ambíció az az, hogy a csillagrengések segítségével világítsuk át a csillagok belsejét. Magukat a rezgéseket, amik egy csillagok hát átélnek, azokat fényváltozásokként látjuk, hiszen a rezgések miatt akár kitágul, összehúzódik, lehűl, fölforrósodik, akár hogyha felszínen hullámok mennek körbe a csillag felszínen, akkor megint csak a látszó felszín és a látszó átlagos hőmérséklet változik, tehát mindenképpen fényváltozásokként látjuk, és ekkor a fényváltozásoknak a frekvencia összetétele mutatja meg azt, hogy milyen hullámok mennek keresztül a csillag belső rétegein. Ugye az RR Lyré csillagok esetében, ugye, amiről azt szokás tanítani tankönyvi példaként, hogy radiális pulzációt mutatnak, tehát sugárirányba tágulnak ki és húzódnak össze, a helyzet az, hogy az elmúlt 10-15 évnek az eredménye az, hogy ki lehetett mutatni, hogy nem radiális rezgések is keletkeznek RR Lyrékben, ilyenek is gerjesztődnek a klasszikus kitágulás és összehúzódás mellett. Ezeknek egy fontos nyomjelzője a periódus-periódus arány diagram. Tehát van egy fénygörbénk, annak meghatározunk, hogy milyen periódusok hát jellemzik, és akkor utána felrajzoljuk azt a diagramot, ahol a vízszintes tengelyen van egy periódus, a függőleges tengelyen pedig a különböző periódusok arányai. Ezt egy Petersen diagramnak hívják az asztroszeizmológusok, és a 2000-es években fedezték föl többen is, hogy van egy olyan csapat az RR Lyrék közöttel, ez a periódus arány, ez a 0,61 környékén szór, és akkor itt lehet látni ilyen pont felhőket, itt minden egyes pont egy adott RR Lyré csillag, ahol különböző periódus-periódus arány párok ezeket a közel vízszintes pontfelhőket rajzolják ki. Itt az alapföltevés az, hogy nem radiális, tehát a felszíni hullámokat gerjesztő rezgéseket látunk.
Na, ilyeneket modelleztek Henrika Netzelék, vagy összesen 60-nál több hárommódusú RR-Lyrae modellezésével föltérképezték a modell teret. Tehát változtatva a különböző modelleknek a paramétereit, kiszámították, hogy milyen frekvenciájú rezgések gerjesztődnek, milyen módusok, és aztán keresték azokat a modelleket, amelyek ugyanazokat a frekvenciákat és frekvenciarányokat hozták ki, mint amit a csillagokban látunk. És ekkor ugye a modellekhez föltételezett csillagparamétereket megfeleltethetjük a csillagok paramétereinek. Tipikusan az ilyen paraméterek a tömeg, a luminozitás, valahol még a hőmérséklet is, illetve a belső szerkezete jellemző különböző paraméterek. Ugye ezt látjuk itt most, hogy néz ki a modellek alapján a csillagoknak a luminozitás a hőmérséklet függvényében, ugye ezt úgy hívják, hogy Hertzsprung-Russell diagram, meg azt is meg lehet nézni, hogy a periódus és a tömeg milyen összeköttetésben áll ezekre a csillagokra. Megnézték azt is, hogy csillagfejlődési modellekben mi jön ki a tömegekre, találtak egy diskrepanciát, egy eltérést. A pulzációs tömegek és a csillagfejlődési tömegek különböznek. Főleg a hosszabb periódusú csillagokra, tehát a RR-Lyrae esetében ez a 12 helyett mondjuk a 14-16 órás periódusú csillagokra. A publikációnak az egyik fő üzenete az, hogy az elméleti számítások egyre nem tökéletesek, de elmondhatjuk azt, hogy amikor már van három periódusunk, három különböző módusunk, és ezeket próbáljuk elméleti modellekkel leilleszteni, akkor az bizony már az RR-Lyrae asztroszeizmológia ajtaját nyitja ki a csillagok asztrofizikája számára. Lehet, hogy ennek a kutatásnak a vége nem az RR-Lyrae-kről fog elsősorban szólni, hanem a csillagpulzációknak a modellezését fogjuk tökéletesíteni, vagy épp a csillagfejlődést fogjuk jobban megérteni. Ezt még nem tudjuk, hogy ez a szép a tudományos kutatásban, de ez a szép vizsgálat, nagyon érdekes cikk, ennek egy fontos mérföldköve lesz, ebben biztos vagyok. Visszatérve az RR-Lyrae csillagok általános vizsgálataihoz, ugye ha nem egyedi csillagokat vizsgálunk nagyon részletesen, akkor eljuthatunk a sok csillagos vizsgálatokhoz. Ugye egy friss szakcikkben Dékány István, a Heidelbergi Egyetem munkatársa, a galaktikus szerkezet nyomjelzőiként használt nagy minták elemzésével foglalkozott, társszerzője pedig Eva Grébel volt, szintén ugyanerről az egyetemről. Az alapjelenség, amit ők felhasználtak, az alapfelfedezés, az egy magyar vonatkozású eredmény. Jócsik Johanna és Kovács Géza még 1996-ban publikálták le azt a nagyon fontos eredményt, amely szerint az RR-Lyrae csillagok fénygörbéinek alakja kódolja a csillagok fémtartalmát. Tehát igazából, hogy milyen alakú pontosan a csillag fénygörbé, és ezt hogyan parametrizáljuk valamilyen számszerűsíthető értékkel, ez elárulhatja számunkra a csillag átlagos fém tartalmát, fémességét. Ugye emlékeztetnék rá, hogy az igénytelen csillagászok többsége számára vannak a hidrogén, hélium és a fémek. Ugye itt ebben az esetben a vas tartalomra volt a kalibráció, naphoz viszonyított vas per hidrogén arány volt az, amire 1996-ban a magyar kutatók bekalibrálták az RR-Lyrae csillagok fénygörbe alakját. Ugye Dékány Istvánék két nagy adatbázist elemeztek, ugye a 4 méteres Vista teleszkópnak a fölmérését, ami a déli égről elsősorban a tejútra koncentrált az infravörös K-sávban, és mellette a Gaia második adatkibocsátását, a DR2-t használták RR-Lyrae-k beazonosítására. Ugye mindösszesen a mintájuk, amit vizsgáltak, 60 ezer RR-Lyrae-re terjedt ki. A módszer nagyon bonyolult, nem akarok belemenni a részletekre, a gépi tanulásos módszerek egyikét választották, amit hívhatunk akár mesterséges intelligencián alapuló kutatásnak is, csak ugye a szokásos példa, nem cuki cicákat kell fölismerni, hanem RR-Lyrae csillagok fémességét kell kitalálni. Dékány Istvánék nagy felbontású spektroszkópiai összetétel meghatározással bíró tanuló mintát gyűjtöttek össze, tehát csillagok, aminek tudjuk pontosan a fémességét, nagy felbontású spektroszkópia alapján. Ezek után előszedték a lengyel OGL programnak a I-sávban, I-fotometriai sávban mért fénygörbét, és ezek alapján betanították az algoritmust a fénygörbe alak fémesség összekapcsolásra is,
és a fénygörbe alak különböző hullámos tartományokban várható változásaira is. Tehát ez egy nagyon okos, mesterséges, intelligenciás algoritmus. És akkor ennek az eredményeképpen, itt lehet látni azt, hogy milyen alak tartományon szórnak az RR-i csillagnak a fénygörbéi, kalibrálhatóvá váltak a nagy minták, kalibrálhatóvá vált a nagy minták fémessége is. És akkor kijöttek nagyon szép tankönyv eredmények, például az RR lírék fényváltozási amplitudója és a periódusa az hogyan függ össze, ha más és más a fémesség. A dolog egyből alkalmazható is, ugye a nagy minták alapján, ha az égre kirajzoljuk a meghatározott fémességet, akkor tulajdonképpen a mintavétellel terhelt módon, de mégiscsak az egész tejútról és a halójáról kapunk egy valamilyen ilyen lábnyomon belül fémesség eloszlási térképet. Ez önmagában már egy nagyon érdekes eredmény, és hát ez mondhatjuk azt a Gaia DR3 után, hogy hát kicsit elkésett eredmény, szerintem nem az, mert majd ugyanez a módszer a Gaia DR3 adataira is alkalmazható lesz, és akkor tényleg az egész égbolt le lesz fedve. Tehát szumma-szummárom, hogyha az RR-lírékre gondolunk, akkor a helyzet az, hogy az RR-líré csillagok bármennyire is nagyon klasszikus irányt jelentenek a változó csillagászatban, a nagy égbolt felmérő programoknak köszönhetően soha nem voltak még aktuálisabbak. Tényleg bármennyire is klasszikus ez a téma, hogy a Blaschko effektust már 1907 óta ismerjük, és még mindig dolgoznak rajta emberek. Itt a Csillagászati Intézetben már 80 éve megy az RR-líré csillagok kutatása. Mindig képes megújulni ez a terület az új technikák és az új tudományos célkitűzéseknek köszönhetően. És nem véletlen, ugye, hogy Szabó Róbert 2015-ben kezdeményezett egy RR-lírékkel foglalkozó önálló konferencia sorozatot, és idén már a, nem is tudom, hanyadik példánya lesz a két évenként megszervezett és a koronavírus által megcsúszott legújabb RR-lírék konferenciának. Tehát ténylegesen a szakma is hát megújult érdeklődéssel figyeli ennek a területnek a legújabb eredményeit. Víz! Ugye az Élő Csillagászat Kis Lászlóval című műsorban ez egy nagyon gyakori, szinte már hát, nézők által elvárt felszólalás. Hát itt most térjünk vissza a vizes, jeges vizsgálatokhoz, tehát most elhagyjuk a csillagok világát. Korábban már érintettünk egy területet ugyanattól a kutatócsapattól, akiket mindjárt megmutatok, a laboratóriumi asztrofizikához, a laboratóriumi asztrokémiához. Mit tudunk ma a jegek változásairól a világűrben? Hogyan befolyásolja a napsugárzása, egy bolygó magnetoszférája, esetleg a galaktikus kozmikus részecskék zápora a jeges égitestek felszínét, belső szerkezetét? Egy friss cikkben az Atomkiból, az Atommal Kutató Intézetből Herzku Péter, Juhász Zoltán, Kovács Sándor, Sulik Béla, illetve Miskolc Egyetemről Paripás Béla egy kicsit nagyobb nemzetközi csapattal a víz, H2O, különböző jeges fázisait elemezték a debreceni ICA-val, majd mindjárt kiderül, hogy ez micsoda, nem egy nő. Magának a cikknek is van egy ilyen nagyon szép grafikus absztraktja. Ugye a fő kérdés az volt a munkában, hogy mi történik a vízjég különböző formáival, hogyha 20 Kelvinen, azaz mínusz 253 Celsius hőmérsékleten 2 kiloelektron voltos elektron nyalával besugározzuk. Ugye ezzel az elektron nyalával valójában a napból származó és a galaktikus kozmikus részecskék hatása is szimulálható, mint hogyha tényleg kint lenne a világűrben, és jönnek mindenféle töltött részecskék, sokszor elektronok, nem mindig csak elektronok, de sokszor elektronok, ezt itt szépen a laboratóriumban meg tudjuk nézni. De mi az, hogy a vízjég különböző formái? Ugye itt mellettem föltűnik a víz fázis diagramja, ami azt mutatja a vízszintes tengeren a hőmérséklet függőleges tengeren a nyomást, hogy milyen állapotú, milyen halmaz állapotú a H2O-ként ismert dolog. Ugye gázfázis, ugye van folyadékfázis, ez a klasszikus víz, amit az ember a pohárból iszik, és van a szilárd állapot, a jég. Na ez az, ami tök bonyolult. A víz az ugye egy nagyon bonyolult anyag, aminek a szilárd fázisa több mint 10 féle különböző megjelenési formában, hát előfordul a természetben. Itt ezen az ábrán nem nagyon lehet látni, de a bekarikázott V, E és M betűk azokat a pontokat jelzik, ahol a vénuszi, a földi
és a Mars-béli viszonyok állnak elő a nyomás és a hőmérséklet tekintetében. Ugye a Vénusz a legforróbb, a Föld a középső, a Mars pedig a leghidegebb és a legkisebb nyomású is. Tehát a lényeg az, hogy ugye az atom kis csapat ebben a kutatásban nem foglalkoztak minden 10-valahány féle jéggel, hanem 4 féle vízjéggel foglalkoztak, az amorf jéggel, a részben amorf jéggel, a köbös kristályszerkezetű és a hexagonális kristályszerkezetű jéggel. Amit csináltak, ilyen mintákat készítettek, ezeket besugározták elektronnyalábbal is, hát miközben változtatták a besugárzást, esetleg még a hőmérséklet is közben, hogy a különböző jég állapotok között átvigyék a mintákat, infravörös színképeket vettek fel, és nézték a vízjégre jellemző spektrumvonalaknak a változásait. A helyszín, ez a nagyon szép szürke dobozokból, vagy dobozokkal berakott terem, ez az atomkiban az ICA, ami nem más, mint az Ice Chamber for Astrophysics betűszó, és itt 20 kelvines hőmérsékleten de facto vákumban egy aranyozott mintatartóba különböző ilyen lemezkékre rá tudnak fagyasztani dolgokat, amit aztán besugároznak, és infravörös színképeket vesznek föl. Legutóbb más jegeket néztünk, most hirtelen eszembe sült talán nitrogén, szuboxid, metán jegek, ilyen, tehát ilyen szerves molekulákból álló jegeket néztek, ebben a kutatásban pedig a sima vízjeget vizsgálták. Ugye, amit tapasztaltak, ugye a kristályos jegek azok tipikusan amorfizálódtak, tehát elvesztették, lebomlott a kristály szerkezetük, az amorf jég pedig kompaktabbá vált az eredetileg kialakult mikroporózus szerkezetből kiindulva. Ugye a hexagonális jégkristályok, tehát a hatszögletű jégkristályok azok ellenállóbbak, de ez nem is meglepő, ez tankönyvi eredmény, hiszen ez a stabil szerkezete a vízjég kristály szerkezetének. A köbös az a metastabil, tehát egy kicsi kis lökést kap, és akkor onnan lebomlik. Nagyon érdekes eredmény, ami a vizsgálatból kijött, hogy a hidrogén peroxid keletkezik a jég kristályokon belül. Mellettem a piros vonal mutatja a hidrogén peroxidot, a H2O2-t, milyen módon jelentkezik különböző típusú jegekben a besugárzás hatására. Miért keletkezik H2O2? Ugye a helyzet az, hogy az elektron besugárzás hatására ilyen nagyon egyszerű átalakulások történnek a vízben, ugye H2O2 H plusz OH, H2O lebomlik H2 plusz O-ra, H plusz H H2-re, O plusz O2-re, O plusz H OH, tehát ilyen nagyon egyszerű betű kombinációk, és az hidroxil gyökök azok képesek, azok, amelyek leginkább képesek összeállni, hidrogén peroxiddá, ezek az egyszerű mechanikai kémiai reakcióknak az eredménye. Alapvetően a csillagközi térben amorf jégszemcsék kialakulását várjuk. Viszont a naprendszerben, itt nálunk, vannak olyan folyamatok, amelyek kristálysejeket termelnek, például a kriovulkánok kitörnek, amikor az Enceladusból kispriccel a vízjég, és aztán visszahullik, az ilyen jégkristályok formában hullik vissza. Eleve a változó külső hőhatás, termális hatás és a besugárzási hatások a következtében átalakulhatnak a különböző jegek különböző formátummal. Ugye távol a naptól az üstökösökben, ugye mellettem egy üstökös mag látható, amorfa jég, ami ahogy közeledik a naphoz, még mielőtt elkezdene sublimálni, átalakul fölmelegedés révén kristályossá. A Jupiternél az Európa felszíne az főleg amorf jégből áll, de például a Kallisztón főként kristályos a vízjég. Látszólag nagyjából ugyanott vannak a Jupiter körül keringő galilei holdak, de a jegeik teljesen mások. Sok helyen egy csomó átalakulás van a jegek között, és ezek a ilyen típusú laborvizsgálatok azért fontosak, mert hogyha realisztikus számításokat akarunk végezni azzal kapcsolatban, hogy milyen jég létezik egyáltalán ezen vagy azon vagy amazon az égitesten, ezek a különböző jegek hogyan alakulnak át ezen vagy azon vagy amazon az égitesten, akkor ilyen laborvizsgálatoknál lehet ki meghatározni azokat a rátákat, átalakulási folyamatokat, amelyek a természetben is várhatóan lejátszanak. Tehát a laboratóriumi asztrokémia az egy nagyon érdekes, mondhatni azt is, hogy egy új kutatási terület, és én személy szerint csillagászként nagyon örülök, hogy a Debreceni Atomkiban ilyen vizsgálatok is zajlanak.
Fiatal csillag, idős csillag, jegek a csillagközi térben, meg a naprendszerben. Na, ezek után mi jöhet más, mint egy extrém univerzumbeli kirándulás? Tegyünk egy ilyet a neutron csillagok világába. Ugye emlékeztetnék rá, hogy a neutron csillagok azok ugye saját okon is abszolút érdekes égi testek, nem véletlen, hogy az Élő Csillagászat Kis Lászlóval című műsoromnak volt egy külön része a extrém univerzum neutron csillag címmel. Ugye 10-12 kilométer átmérőjű, de naptömegnél nagyobb tömeget összesűrítő égitestek csillagrobbanásokkal keletkeznek, és távolról nézve egy város méretű atommag mindegyikük. Ugye különösen érdekessé váltak azóta, hogy a gravitációs hullám detektorok, ugye a LIGO kísérlet és társai a Virgo már detektáltak összeolvadó kettős neutron csillagokat, ez már egy 5 éves dolog. Tehát azóta még érdekesebbé váltak ezek a szélsőséges, hát jellemzőkkel bíró égitestek. Egy friss cikk jelent meg a közelmúltban, elsősorban amerikai csapattal, az utolsó három szerző egy ezen a területen jól ismert három magyar név, Bartos Imre, aki a Floridai Egyetem munkatársa, illetve Márka Zsuzsa és Márka Szabolcs mindketten a Columbia University munkatársai New Yorkban. És hát a részvételükkel zajlott kutatás a neutron csillagok óceánjaiban keletkező dagálypúpok kialakulását vizsgálta, és nagyságrendi becslést adtak abban, hogy mennyi energia gyűlik össze egy ilyen dagálypúpban, és spekuláltak azzal kapcsolatban, tehát egy ilyen vad fantáziálást írtak le, hogy milyen megfigyelhető hatásai lehetnek ennek a dagálypúpnak. Senki ne gondolja azt, hogy ez egy könnyű olvasmány, ha jól emlékszem, ami 70-valahány egyenlet van benne, tehát ez egy nagyon durva elméleti szakcikk, tehát én magam is tényleg csak a lényegét próbálom meg összefoglalni. Eleve, mi a franc az, hogy neutron csillag óceánja? Ugye a neutron csillagokat ugye szokás úgy elképzelni, egy nagy neutron gömb, mint egy atommag. Ettől azért a neutron csillag asztrofizikusok, vagy akár a részecske fizikusok finomabban szokták ezt fölbontani. A helyzet az, hogy a neutron csillag eleve van egy belső magja, külső magja, ahol egész más állapotban vannak vagy a neutronok, vagy akár a szétbomló neutronok kvarkjai, és kívül van egy kéreg. Ez még mindig neutronokból áll, és a kéreg fölött vannak ilyen kis keskeny vagy kismélységű rétegek. A kéreg fölött rögtön, amit találunk, ezt hívják óceánnak, a neutron csillag óceánja. Ebben már nem csak neutronok vannak, hanem valódi atommagok, mondok példát, szén, oxigén, vas atommagok, neutronok, elektronok. Ez egy ilyen keverék. Ebben a föltételezések szerint ebben a rétegben, a kéreg és a légkör közötti óceánnak nevezett rétegben vizsgálták meg a kutatók azt, hogy mi történik akkor, hogy a neutron csillagnak van egy akár neutron csillag, akár fekete lyuk kísérője, ez hozzá közeledik a gravitációs hullámok kisugárzása révén, ugye bespiráloznak egymásba, és a másik társ által milyen árapály erők lépnek fel, és milyen dagálypúp keletkezik ebben az óceánban, idézőjelben. Tehát idézőjelben téve ezt az óceán kifejezést. Egy csúnya táblázatot hadd mutassak meg, ahol azt emelem ki, hogy a számítások során a szén, az oxigén és a vas óceán hatásait számolták ki. Azt becsülték meg a számítások során, hogy milyen energia gyűlik össze ezen különböző rétegeknek a dagály púpjaiban, és mennyivel az összealadás előtt jelentkezik ez az energiamennyiség. Ugye fölül, ugye a carbon, oxygen, iron, ugye a három oszlop, ugye a szén, oxigén és vas óceánnak a paramétereit jelzi. Amit én bekereteztem a piros hát vonallal, az ugye az óceánnak a mélysége, akár a neutroncsillag sugaraként, akár centiméterben kifejezve, utóbbi találtam szemléletesen, mert jól lehet látni, hogy a szén óceán az 143 cm mellkasomig érne nagyjából, hogyha egy neutron csillag felszínén állnék, és nem halnék meg azonnal. Az oxigén óceán az már csak 34 cm,
és ez ugye a szén alatt van, a vas óceán az pedig mindösszesen 1 mm-nyi, tehát ezt óceánnak nevezni viszonylag túlzás. És ha azt is lehet látni, az alul az energia mennyiség, a 10^46 erg földgyülemlő energia 13 évvel már a kettős neutron csillag összeadás előtt ott összegyűlik ebben a dagálypúbban, illetve egy neutron csillag fekete lyuk kettősnél pedig már másfél évvel az összeadás előtt földgyülemlik egy iszonyatos mennyiségű energia. És azt posztulálják a kutatók, hogy ha ott van a neutron csillag felszínén egy ilyen dagálypúp, és annak abban összegyűlik egy nagy mennyiségű energia, akkor valahogyan, nem tudni még jelenleg, hogy hogyan, ez esetleg elektromágneses sugárzást okozhat. Ugye? Akár ilyen flare-szerű kitöréseket. És itt azt számolták ki, hogy mit várunk akkor egy kettős rendszerben, hogyha föltételezzük, hogy elég közel van már az összeadás előtt a kísérő, milyen dagálypúp keletkezik, és akkor az abban összegyűlő energiát, ha azt spekuláljuk, hogy át tudja alakítani a neutron csillag valamilyen elektromágneses sugárzásra, akkor az egy nyomjelzője lehet a közeljövőben bekövetkező összeolvadásnak. A dolog érdekessége pedig mindenképpen az, hogy ugye amikor már összeolvad, összespirálozik egy kettős neutron csillag a gravitációs hullám kisugárzásnak köszönhetően, az már késő. Jó lenne azt látni tényleg akár már 1-2-3-10 évvel korábban is rámutat, hogy nézzétek, ott van egy neutron csillag kettős, az majd össze fog olvadni 5 év múlva. Tehát mindenképpen az elvi jelentősége ennek a számításnak is nagyon fontos az extrém univerzum több csatornás vizsgálataiban. Elsőként két cikket mutatnék meg, melyekben a közös, hogy Bercik Péter, kijevi menekült asztrofizikus, a társszerző, aki hát május óta a Csillagászati és Földrajzi Kutatóközpont Csillagászati Intézetének tudományos tanácsadójaként folytatja a munkáját, és már megjelentek olyan cikkek, amelyekben a Csillagászati Intézet szerepel munkahelyeként. Az első cikk, amit így röviden mutatnék be, tehát hírek röviden, hát alfejezethez érve, az német, kínai és német társszerzők egy nemzetközi csapatban árapály katasztrófák gyakoriságát vizsgálják meg. A részletekbe egyáltalán nem kívánok belemenni, csak emlékeztetnék arra rá, hogy az árapály katasztrófák azok a galaxis magok közepén történnek, amikor egy csillag nagyon közel kering a központi szupermasszív fekete lyukhoz, akkor a központi fekete lyuk az képes széttépni árapály erejével az egész csillagot. Ugye Bercik Péterék azt vizsgálták meg, hogy milyen gyakran történik az, hogy a csillag teljesen megsemmisül, és milyen gyakran történik meg az, hogy a csillag csak részben semmisül meg. Ezt ők úgy hívják, hogy partial tidal disruption event, tehát részleges árapálykatasztrófa, meg van a teljes árapálykatasztrófa. És a fő tézisük az az, hogy ez a részlegesen bekövetkező árapálykatasztrófák, ezek sokkal gyakrabban történhetnek meg, mint azt korábban gondoltuk, és ezzel át kell skálázni a világegyetemben összesen látszó árapálykatasztrófáknak a statisztikáit, hogy milyen gyakorisággal tép szét egy csillagot, ha túl közel kering a galaxisának a központi fekete lyukához. Másik cikke szintén Bercik Péter társszerzésével az NGC 1068 központi tóruszáról szól. Ugye az NGC 1068 az másképpen úgy is ismert, hogy M77 jelzésű galaxis, tőlünk 47 millió fényévre található, és az egyik legközelebbi aktív galaxis mag, de a magját sűrű por rejti el. Nagyjából 20 évvel ezelőtt történt, amikor a VLT interferométer, a 8 méteres chilei távcsöveket használó interferométernek az egyik korai összeállítása fölbontotta a magját és a legbelső vidékét, és aztán később megvizsgálták az ALMA-val, a rádiótávcső rendszerrel is, és mind a kettő arra utalt, hogy mintha lennének egy ilyen, ahogy a csillagok szépen keringenek a központi tartomány körül, ezzel egy ellentétes forgású gázcsomók. Ezt modellezték Bercik Péterék, és hát a föltevésük az az, hogy ennek a szép galaxis magnak
tárcadó mellettem egy fotón az M77 központi tartománya. A legbelsejében, a fekete lyuk körül egy olyan tórusz van, amiből, ha aszimmetrikusan indul ki egy ilyen szél, egy ilyen kifúvás, akkor annak a hatásai előidézhetnek egy látszólagos szembe menő forgást. Hogy tényleg így van, ezt majd szerintem még újabb adatok fogják számunkra megmutatni, minden esetre megint csak ez is egy elméleti vizsgálat, ahol ilyen hidrodinamikai modellezést folytattak azzal kapcsolatban, hogy mi történik egy fekete lyukból elinduló, egy fekete lyuk környékéről elinduló ilyen nagy sebességű gázáramlással, ha kölcsönhat az egész kvazárt körbevevő, hát porfelhővel. Ugye szintén a rövid híreink közé tartozik Kunsági Máté Sándor, Beck Róbert, Szapudi István, ugye a Hawaii Egyetemről, és Csaba István, a többiek, mint az ELTE-ről vizsgálata, ami egy nagy katalógusból fotometriai vörös eltolódásokat mutat be. A nemrégiben megjelent preprint összesen 3 millió kvazár, tehát kozmológiai távolságon található kvázisztelláris rádióforrásnak a fotometriai vörös eltolódását közli le. Ugye mi ez a fotometriai vörös eltolódás? Ez ugye a szegény ember spektroszkópiája és a nagy mintákra ez egyetlen lehetőség extragalaktikus méretskálákon vörös eltolódást becsülni. Mellettem lehet látni egy olyan ábrát, ahol a vízszintes tengén a hullámhoz, függőleges tengén a fényesség, ugye, és a kék vonal jelzi egy vörös eltolódott kvazárnak a színképét. Ez a színkép szépen a vörös eltolódással tolódik jobbra, hogyha nagyobb a vörös eltolódás. A különböző színű görbék pedig azt mutatják, hogy milyen szűrőkön keresztül mérhetjük a fényességet. A fotometriai vörös eltolódás az a különböző szűrőkön keresztül mért fényességekből becsül spektroszkópiai vörös eltolódást. Ténylegesen, megint csak a technikai részletek a cikkben megtalálhatók, 2,8 millió kvazárnak a katalógusával egy igazi háromdimenziós térkép rajzolódik ki, hiszen a fotometriai vörös eltolódás egyedi kvazárokra viszonylag pontatlan, de nagy mintákra kiátlagolódnak a pontatlanságok, és ekkor a Hubble-tágulást felhasználva távolságot is lehet becsülni rájuk. Következő cikkünknek társszerzője Szécsi Dorottya, aki a Kölni Egyetem és a Toruni Csillagászati Intézet, illetve egyetemnek a színeiben társszerző egy nagyobb nemzetközi csapatban, akik azt vizsgálták meg, hogy a porszemcsék hogyan növekednek, és milyen gyakorisággal robbanak föl porgyártó szupernovák kisfémességű molekulafelhőkbe. Ugye hol vannak kisfémességű molekulafelhők? A helyzet az, hogy a nagy vörös eltolódás univerzumban, és hát azt is lehet tudni, hogy a nagyon nagy vörös eltolódású csillagontó galaxisokban ott látunk rengeteg porra utaló jelet, fényelnyelést és vörösödést. A vizsgálatuk szigorúan elméleti kutatás, egy háromdimenziós hidrodinamikai modellezést folytattak. Mi történik ilyen szuper buborékokban, hogyha csillagszelek szétfújják az egész hóbelevancot, fölrobbanak szupernovák, és milyen fizikai folyamatok képesek mennyi port letermelni. Ez ténylegesen egy nagy rejtély, hogy a nagy vörös eltolódás univerzumban hogyan keletkezik a por a szupernovákban. Itt mellettem ez a szép kép, ami az M74-ben mutat Spitzer űrteleszkópos infravörös méréseket, ez a közeli univerzumban mutatja egy szupernovának a porképződését, és jelenleg a helyzet az, hogy nem tudjuk azt, hogy a közel látott porképződés szupernovákban egy az egyben alkalmazhatója a nagy vörös eltolódás univerzumban. Érdekes kutatás, fontos kozmológiai, hát implikációkkal, hogyha szépen helyükre tesszük. És akkor az utolsó rövid bemutatás, cikk bemutatás, az a AstroPy szoftverrendszert leíró friss publikáció, amelynek Bódi Attila a társszerzője, aki a Csillagászat Intézetben egyértelműen a Python programozási nyelvnek a fő tudora és okítója. Az AstroPy, aminek egy honlapja van, itt ennek látható a screenshotjait mellettem, az a csillagászok által csillagászok számára fejlesztett Python könyvtár csomag, vagy egy olyan hát publikusan elérhető és használható
Python kód együttes, ami mindenféle csillagászati feladatra alkalmazható. A helyzet az, hogy a 2020-as években a csillagászati informatikában a fő standard az a Python, és az AstroPy-jal lehet nagyon komplikált számításokat végezni, meg nagyon szép ábrákat is lehet készíteni cikkekhez. Az, hogy Bódi Attila ebbe társszerző lett ennek a projektnek az aktuális leírásában, hát ez azt jelzi, hogy ő beletett egy annyi szoftverfejlesztői munkát, ami már felemelte őt az egész projekt leírását közlő szakpublikációba. Hát innen is gratulálunk neki ehhez a szép eredményhez. Eddig tartott a Magyar Titok aktuális része, következő terveink szerint 2 hét múlva fog jelentkezni. Ha tetszett a videó, akkor kérlek iratkozz fel a megfelelő YouTube csatornákra, illetve jelöld be, kövesd a Facebook oldalainkat, ugye Magyar Csillagászati Egyesületnek a Facebook oldala, Egy Hét a Csillagok Alatt Facebook oldala, illetve Kis László Csillagász Facebook oldala. Ugye a Magyar Titok a terveim szerint egész nyáron aktív maradt, 2 hetente jelentkezem egy ilyen videóval. Várhatóan szeptembertől fog kicsit változni a műsorrend, mert össze fogom hangolni az újrainduló élő csillagászat Kis Lászlóval videókkal, ami ugye a Svápi Csillagvizsgáló élő műsora, aminek a fő platformja várhatóan továbbra is a Facebook lesz, szerda esténként 8 órai kezdettel. Egy Hét a Csillagok Alatt 2022-ben, tehát augusztus 5-től 14-ig, addig lesz még egy Magyar Titok, lesz még Csillagfényben is, Barna Barnabástól és Oldasi Andrástól, és a fő pont az mindenképpen augusztus 5-e és 14-e között a csillagos égbolt távcsöves megszemlélése lesz. Addig is köszönöm szépen a figyelmet, viszontlátásra, viszont hallásra, 2 hét múlva ismét jön a Magyar Titok.